Szeretettel köszöntök mindenkit, 2021 júniusi szokásos bejelentkezése minden a Fisli Házból. Ráadásul nagyon jó hírekkel tudok kezdeni, hiszen a Covid harmadik hulláma Balatonbogláron is véget ért, talán nem csak Balatonbogláron, hanem a világban és Magyarországon is, de Bogláron biztos, hiszen kimondottan jó adatokkal tudok szolgálni. Meg is kérdeztem az orvosainkat, hogy hogy állunk oltásügyileg, és megkérdeztem azt is, hogy hány beteget, hány boglárit veszítettünk el biztosan a Covid miatt. Jankovics doktor úr arról tájékoztatott, hogy 1100 páciensét beoltotta, Regős Péter doktor úr 900 oltást végzett el, Fritz Izabella doktornő 700 oltásnál tart, és Reti Kibolya 924 oltást biztosan már elvégzett. Azt lehet tudni, hogy az oltások ebben a fázisban véget értek, tehát maximum még a második oltást megkaphatják a házi orvosoknál, de a következők már, akik eddig nem jelentkeztek, oltópontokon jelentkezhetnek. Mindenképpen az első szó a köszönet, hiszen a doktornőknek, doktoruraknak óriási munkája volt ez, talán az életük során sem volt ilyen szintű nehéz feladatuk ebben az néhány hónapban, és mindenkinek köszönöm, aki segített nekik, a nővéreknek, az önkormányzat is küldött segítséget. Tehát azt hiszem, hogy egy nagy összefogás eredménye az, ami megtörtént. 3624 boglárit be tudtak oltani kétszer, és ez a felnőtt lakosságnak a 70%-a, tehát azt hiszem, hogy ez egy óriási dolog, hiszen nem csak, hogy a magyar átlagot, hanem a világ átlagot és minden egyéb átlagot is fölülmúlunk, és talán emiatt is van az, hogy a boglári Covid halottak száma viszonylag az országos és egyéb átlagokhoz képest kevés. Természetesen egy halott is annál több, mint ami egyáltalán elviselhető. De összességében azt kell mondanunk, hogy az átlaghoz képest viszonylag jól állunk. A négy körzetben 11 boglári halottal számolunk, részvétem a családjaiknak, és reméljük, hogy ilyen traumában nem lesz a következő évben már részünk. A nyári szezonhoz azért néhány fontos információt tudnunk kell. A kurtaxára érkezik a legtöbb kérdés most. A jogszabály is nagyon gyorsan változott, és talán nagyon későn, de most már el tudjuk mondani, hogy a kurtaxát eddig mentesítette a vendégek kurtaxa fizetését a kormány különböző döntései alapján, viszont ez most megszűnik. Június végéig nem kell a kurtaxát megfizetni a most itt tartózkodó vendégeknek, de július 1-től teljesen visszaáll a régi rend. Tehát úgy tessék készülni minden szobakiadónak, hogy július 1-től minden visszaáll a régi rendszerre, ami a Covid előtt volt. Tehát ugye ez egy kettős könyvelés, valóban az elektronikus rendszert is működtetni kell, de a város számára a vendégkönyvet is vezetni kell. A kurtaxa ellenőrök fognak menni, és minden vendéget július 1-től ugyanúgy a vendégkönyvben könyvelni kell. És az összeg nem változott, tehát 450 forint éjszakánként a kurtaxa összege. Ez egy nagyon fontos bevétele a városnak, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos feladata minden szobakiadónak, hogy ezt úgy értékelje, hogy ez a vendégnek a hozzájárulása, nem a szobakiadónak az adója, hanem a vendég hozzájárulása a boglári infrastruktúrához, ahhoz, hogy a boglár ilyen szép legyen és fenntartható legyen, igen, hozzá kell járulni a vendégeinknek is, ezzel a 450 forinttal naponta, és ezt kérem, hogy tényleg fegyelmezetten szedjék be, és adják át a városnak. Most már ugye ezzel a sok 10 millió forinttal fogunk tudni gazdálkodni a város fenntartásában. Azt tudni kell, hogy a védettségi kártyát el kell kérni a szobakiadóknak. Ez egy kötelezettség, ameddig ez a jogszabály fennáll, ez biztosan így marad. Viszont
azt lehet azért várni, hogy ettől függetlenül is erős szezon várható, tehát nyilván nagy bevételre számolhatnak mindenki, aki szobát kiad, vagy vendéglátó, vagy egyéb szolgáltató a Bogláron, a városban. Tudni kell azt is, hogy a gépjárműadót ugye az állam már magához vette, tehát szűkösebbek az adóbevételeink, úgyhogy szükségünk van nagyon erre az adóbevételre. Úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy fegyelmezetten szedje be ezeket a vendégektől járó bevételeinket. A közterületeket például nem tudjuk felszámolni. A közterületi díjak továbbra is ingyenesek a jogszabály szerint. Úgyhogy a vállalkozóknak azért ezzel nagyot segítünk, de hát mindenképpen a kurtaxára azért számítunk. A héten véget ér az általános iskolában is a tanév. Most volt a ballagás, nagyon szép ünnepségen vehettem részt. Gratulálok minden 8. osztályosnak, aki elballagott. Sok sikert kívánok a további életük során, a középiskolában, vagy a különböző helyeken, ahol majd tanulnak tovább, és hát ne feledjék, hogy Bogláról indultak. A város is egyébként készül a nyárra, a szezonra, a KFT-nk is 100%-on működik, a strandokat, a közterületeket készítik fel, a virágosítás is nagyon szépen halad, a szökőkutak is beindultak, mondom már most, hogy sajnos áramgondok vannak még a Platánstrandi nagy szökőkutnál, a Tornászlánynál, úgyhogy arra a beindulásra, annak a szökőkutnak a beindulására még talán egy hetet vagy kettőt várni kell. Mind a három strand, illetve a 6 strandunkból 3 strandon nagy fejlesztések voltak most. A Platánon ugye eleve volt egy hatalmas, sok százmilliós fejlesztés, de a turisztikai ügynökség jóvoltából 3 strandra 30-30 millió forintot tudtunk még továbbiakban költeni. Gyorsan hadsoroljam fel, hogy mik készültek el. A Platánon a régi részen, tehát a keleti oldalon parkosítottunk, a kövezetet teljesen kicseréltük, a régi 20 éves hullám szürke követ. A vizes blokkok teljes felújítása megtörtént, wifi elérhető az egész Platánstrandon ingyenesen, óriási szolgáltatás, azt gondolom ez ingyenesen. Az öltözők, kabinok is elkészültek, táblák, különböző dizájnelemek, és hát értékmegőrző is lesz most már, nem csak a Platánstrandon, hanem a Kodályon és a Szigetstrandon is. A Kodálystrandon parkosítottunk szintén, füvesítettünk, új napozó felület lesz, hamarosan a stég is bekerül a vízbe, és a vizes blokk is megújult, tehát ott is épült családi öltözőfülke, ott is épültek ezek a új táblák és tájékoztató elemek, tehát azt gondolom, hogy nagyon szép a fejlesztés a Kodálystrandon is, és a Szigetstrand vett még részt ebben a pályázatban, a vizes blokkok ott is megújultak, a babamama szoba is elkészült a túloldalon, egy új plázs épült, de a régit is felújítottuk, ott is épült családi öltöző, illetve a wifi ott is elérhető ingyenesen. Azt gondolom, hogy mind a 6 strandunk világszínvonalú, és várjuk a vendégeket, és valóban egy erős szezonra számolunk. A parkolódíj, amelyet terveztünk 2022-re fog tolódni, biztosan fontos bevétele lesz ez a városnak, úgy, hogy a városi lakóknak ingyen lesz a parkolás 22-ben is, de már most jó, hogyha ezt elkönyveljük, és szólunk a vendégeinknek is, hogy 22-től bizony minden közterületi parkoló fizető lesz Balatonbogláron. Nagyon fontosnak ezek a bevételek. A város egy picit válságba kerülne akkor, ha nem tudna újabb és újabb bevételekhez jutni, hiszen olyan óriási a fejlesztés, amelynek a fenntartási költsége nagyon-nagyon magas. Ha nem akarjuk azt, hogy ez elhamvadjon néhány év alatt tönkre menjen, ahhoz bevételre van szükség, és ehhez sajnos a parkolódíjra szükség lesz, de nem idén, 22-ben lesz erre módunk bevezetni. Most a tervek szerint több mint 1000 parkolóhely lesz fizetős Balatonbogláron, ami egy óriási bevételhez juttatja a várost, de erre szükségünk van, ezt higgyék el.
Jön a szezon, és ehhez hozzá tartoznak a programok is. Balaton-Boglár mindig is a művészetek központja volt, nyári időszakban is, és ez most sincs másként. A színházi esték a kultkikötővel való szerződésünk alapján megindulnak, az új színpad elkészült, csodálatos, és egy Csiky Gergely színház, és ez is egy hagyomány, hogy a Csiky Gergely színház játszik nyáron Bogláron, a Furcsa pár című darabot fogják előadni, illetve ezen a héten szombaton, ami 19-e, tehát 19-én szombat este lesz a dísz előadás. Külön köszönet a minisztériumnak, hogy még 10 millió forint támogatást juttattak Balaton-Boglári kultúrához, és ezt nyilvánvalóan a színházra, illetve a kultúrházra fogjuk tudni költeni. Ez is egy nagyon szép gesztusa az állam részéről és a kormány részéről. Még néhány jó hír, főleg a kislakiaknak, hiszen nyert a római utcai pályázatunk, amiben azért nagyon reménykedtünk, úgyhogy külön köszönet a képviselő úrnak, Móring József Attilának, aki valószínűleg azért ebben azért szerepet játszott, remélem, hogy hamarosan, talán még idén megépülhet a Római utcának a belterületi szakasza. Erre 33 millió forintot fogunk tudni szánni, a 20 millió forintos támogatást kiegészítve, tehát azt hiszem, hogy fellélegezhetnek a kislakiak is, akik azon a környéken élnek, mert eléggé nehéz volt ott a helyzet. A jánoshegyi pályázatról már talán beszéltem, 800 millió forintot már megítélt a turisztikai ügynökség, utak, villanymosítás és egy látogatóközpont fog épülni. Természetesen, már itt mindenféle sajtóhírek azért voltak, természetesen ez ki fog egészülni pontosan a turisztikai attrakcióval, amely néhány borterasznak a megépítését jelenti, de ennek azért a pályázatnak a nagyon nagy része, több mint 560 millió forint kimondottan villamosításra, útépítésre és látogatóközpont építésére fog menni, tehát azért itt az arányok így körülbelül így adódnak össze. A magas ösvény pályázatunk ugye nyertes, de a jogi Herce Urca miatt egy picit megállt a történet, elkészítette a város azt a környezetvédelmi tanulmányt, amelyet a bíróság előírt, be is adtuk az építési engedélyt, tehát várjuk az építési engedély kiadását, és remélhetőleg, ha ebben már nem lesz semmi probléma, akkor a magas ösvény is elindulhat, a közbeszerzést ki tudjuk majd írni. A buborékfürdő tervezés alatt van, itt a 600 milliós támogatás az már eldöntött tény, a tervezés után itt is ősszel remélhetőleg már több hírrel tudok szolgálni. Ahogy a szezonra készülünk, a város is mindent megpróbál, hogy felhívja a figyelmet a boglári értékekre. Egy gyönyörű imásfilm is készült, Böröcki Bulcsú alkotása, azt hiszem, hogy talán már nagyon sokan látták, akik még nem, az keressék fel ezt a filmet. Ahogy az alkotótól tudom, ez szabadon letölthető, ennek az elérhetőségét közzétesszük. Egyet kérünk, ne nyúljanak bele, ez így jó, ahogy most van. Az év balatoni háza is Balaton-Bogláron van. A ravatalozó épületünk, azt hiszem, hogy egy különleges épület, amit Pór Péter tervezett az évháza versenyen, külön díjas lett. Gratulálok Pór Péternek is ehhez az alkotáshoz, amiben azért nyilvánvalóan nagyon sokan benne vagyunk, de azért mégiscsak ő álmodta meg. Az augusztus 20-ai fesztiválról egy kicsit hosszabban kell beszélnem, mert ez mindig egy olyan téma, ami azért vitára ad okot, hiszen idén be lesz kerítve a fesztivál területe, és ez fizetőssé válik. A maga a fesztivál belépés bogláriaknak nagyjából 1300 forintnál meg fog állni, de ez is több 1300 forinttal annál, ami eddig volt. Ez nem egy könnyű döntés. Nem is én döntöttem egyedül, hanem a testület összhangban volt ebben,
és azt kell mondanom, hogy ez a döntés, hogy be kell keríteni a területet, és védeni kell a fesztivál területet, ez közös óhaja a balatonboglárieknak. És ez valóban azzal is jár, hogy egy minimális, de mégiscsak belépődíjas lesz 44 év után a fesztivál. A külső érkezőknek ennek a dupláját legalább ki kell fizetni, de az is még egy olyan összeg egyébként, amelyet más fesztiváloknál sokkal, tehát más fesztiváloknál sokkal olcsóbb. Tehát mondjuk egy Rúzsa Magdi koncertre bárhol az országban 8-10 ezer forint alatt nem lehet bemenni. Itt nálunk ugye 2600 forintért be tudnak menni, nem csak a Rúzsa Magdi koncertre, hanem az egész napon lévő, aznapon lévő ugye, programokat élvezhetik. Hogy miért volt erre szükség? Egyrészt a balatonboglári platánstrand óriási változáson ment keresztül. Aki még nem látta Boglári, annak javaslom, hogy menjen le és nézzen körül. Biztos sokan vannak egyébként, akik nem látták még. Menjenek le, menjenek meg és nézzék meg. Ezt a milliárdos fejlesztést védeni kell. Tehát erre nem lehet úgy ráengedni teljesen spontán bármennyi ember. Tehát kell egy kerítés, ami egy szűrő. Nyilván a belépődíj is egy pici szűrő, de hát ez egy óriási költség is lesz a szervezőknek, hogy megvédjék azokat a műtárgyakat, amik ott elkészültek, a futópálya, gumiból van, nem lehet a széttaposni, tehát ezeket mind külön költség. Tehát azt gondolom, hogy erre a bekerítésre szükség volt. Lehet, hogy egyébként is kellett volna, mert most lehet, hogy még az igazolványt is majd el kell kérni, ugye az oltási kártyát, ezt most még nem tudjuk, hogy milyen lesz a szabályozás augusztusban, de lehet, hogy még az is kell majd a kapunál. Az biztos, hogy a fesztivál finanszírozásából, mivel kiszállt a Törlei, 15 millió forint eltűnt a büdzséjéből a fesztiválnak, ezt a városnak kellett pótolni. De a város, mint ahogy már mondtam sokszor, a fenntarthatóság érdekében minden ilyen költségből szeretne kivonulni, és így a fesztivál finanszírozásából is. Vagyis a fesztivál finanszírozását a vendégeknek kell vállalni, akik használják a fesztivált. Nagyon sok, tehát nem az adóból menjen. Ugye nagyon sokan vannak Bogláron, akiket nem érdekel a fesztivál, nem mennek le, vagy akkor pont nem, nincsenek itthon. Vagy egyáltalán nem is járnak oda. Annak az adójából ezt a fesztivált nem gondolom, hogy igazságos támogatni. Vagyis a fesztivált azt támogassa, aki használja, vagyis a vendég. Ennyi. És ez egy ilyen tiszta képlet, és ennek a fesztivál átalakításnak ez a legfontosabb lényege. Egy fontos és egy exkluzív bejelentésem is van, hiszen valóban egy exkluzív látogatásról van szó. A francia nagykövet asszony, ő excellenciája Pascale Adriani, június 17-én Balatonboglára látogat. Itt a Fisli házban fogunk vele beszélgetni, aztán a francia emléktáblánál, az Acsádi kastélyon fogunk koszorúzni, de meglátogatjuk a katolikus templomot is, ahol Varga Béla sírjánál is főhajtás lesz koszorúzással, és megtekinti a nagykövet asszony és kísérete a Lucieni Szent Teréz szobrát a templomban. Az aktualitás pedig adja magát, hiszen jövőre lesz 80 éve, hogy Balatonboglár nem csak a lengyel menekülteket fogadta be, hanem francia menekültek is jöttek hozzánk. 1942-ben, október 17-én érkeztek az első menekültek, mindegy 250-300 francia menekültet fogadott be Balatonboglár. Valószínűleg ez lesz a látogatás fő célja, és hát nem beszélve arról, hogy jövőre 80 éve lesz ennek a jubileuma, tehát valószínűleg erre is készülhetünk majd. A francia nagykövetasszony látogatása pont egybeesik egyébként azzal a lehetőséggel, hogy újra találkozhat egymással Balatonboglár város képviselőtestülete, hiszen a rendkívüli jogrendre vonatkozó szabályozás most megszűnik, és újra
működőképessé válnak a testületek. Én nem bánom egyébként, hiszen több mint, most nem tudom, majdnem egy éve egyedül viszem a terhet, de azért bírtam, de most örülök neki, hogy újra már a képviselő testület is tud majd döntéseket hozni, és az első találkozás lehetősége itt lesz, hiszen a nagykövet asszony látogatásánál minden testületi tag meghívót kapott, és természetesen majd a nyár folyamán még lesz testületi ülés, amikor már komolyabb kérdésekben is döntenie kell. A végső hírem pedig a levendula szület a mai napon. Június 26-án a Szent Erzsébet parkban már teljes virágzásban lesz a levendula ligetünk, és mindenkit szeretettel várunk ezen a napon egy közös programra a Kultúrház és a Kft-nk szervezésében, tehát június 26-án szombaton levendula szület lesz. Ezzel zárom a mai beszámolómat, és találkozunk a következő alkalommal júliusban. Köszönöm szépen a figyelmüket!